Weitz terész, tréner és tanulásmódszertani szakértő január 17-i előadása a Kiskörösi Egymi Integrált Nevelésben részesülő tanulókat nevelő oktató-pedagógusok munkacsoportjának szervezésében valósult meg. Több mint egy évtizedes hagyománya van az ITEM-nek, minden hónapban jelentkezik, és az a célja, hogy az integráló pedagógusok ismerjenek meg olyan minőségi oktatáshoz kapcsolódó módszereket, eljárásokat, amit aztán szervezeti szinten be tudnak építeni már a pedagógiai munkájukba. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy az ITEM támogatja az integráló pedagógusok munkáját, a sajátos nevelési igényű gyerekeknek az esélyeit növeljük és a kudarcaikat csökkentjük. Már évek óta nehézséget okoz a diákoknak, pedagógusoknak és szülőknek egyaránt, hogy a gyerekek nem tudnak tanulni. A kisgyerekek a tanulás során még a jobb agyféltekéjüket használják, aztán az iskolában már a bal félteke válik dominánsá, s közben a jobb kijön a gyakorlatból. Az iskolában két dolgot mértünk. Érte a szavakhoz, vagy érte a számokhoz. Ez nem más, mint a bal agyfélteke. Csak hogy az a baj vele, hogy az agyunk ugye két részből áll, ott van még a jobb agyfélteke, és míg a bal az dolgozik, ír, olvas, számol, addig a jobb agyfélteke pihen. És a leges-leges legnagyobb baj ebben az, hogy a bal agyfélteke az csak az elemeket látja, és a jobb agyfélteke fogja összeépíteni teljes egészé. Tehát, ha csak ott maradunk a balban, akkor igazából csak szerencsének köszönhető, hogy érthetővé válik-e a tananyag. A tanulás lehet öröm és élvezet. Ezt állítja Weitz Teréz, aki olyan személyre szabott, agyműködéshez alkalmazkodó, tanulási technikát dolgozott ki, amellyel 25-ször gyorsabban és 90%-os hatékonysággal lehet tanulni. Azt kell megtanulni, hogyan alakítsuk át képekké, sztorikká a tananyagot, bevonva a jobb féltekét. Mindent át lehet alakítani képpé, tehát a jobb agyfélteke a képeket szeretni. Na most, hogyha én azt mondom, hogy alma, akkor mindenkinek a fejében valahol a képzeletbeli vetítőjén megjelenik egy alma. Kinél sárga, kinél piros. Most, hogyha én azt mondom, hogy röcsöge, vagy elolvassuk, hogy röcsöge, akkor nem jelenik meg semmi. Nincs kép. Tehát, hogy fogok én emlékezni erre, tegyük föl, hogy ez egy idegen szó, hogy folyamatosan mondom, és megtanítom, hogyha ehhez tartozik kép is, hogy akkor ehhez kép is tartozik. Miért ne lehetne megcsinálni azt, hogy a kulcsszavakat rögtön képpé formálva adom az agynak, vagy felsorolásokból például sztorit gyártok, hiszen a sztorira emlékezni fogunk. Erről a tanulástechnikáról tartott előadást Weitz Teréz a Kiskörösi Egymiben. Az alaptechnika két nap alatt elsajátítható. Utána annak beépítése a gyerekek tanulási technikájába eltérő, attól függ, kinek mennyire lusta a jobb féltekéje. Bárki meg tudja tanulni, hisz a rossz, a csak balféltekes gondolkodást is gyakorlással sajátítottuk el. A pedagógusnak és szülőnek az lenne a feladata, hogy visszaállítsák az eredeti kétféltekés tanulást, de a legjobb az lenne, ha nem is felejtenénk el, és óvodáskortól tudatosan tovább használnánk mindkét féltekét.